Kopott faablakok, régi tető és a külső szigetelés is hiányzik. Tavaly még ilyen volt a Rajkai Általános Iskola. Az igazgató szerint már időszerű volt a korszerűsítés. 90-es években épült az újabbik szárny, azóta nem nyúltak hozzá. Tehát az ablakok tényleg már alig zártak, sokszor kellett jönni, hétvégén riasztottak, hogy a szél befújta az ablakot, tehát ráfért, nagyon-nagyon ráfért az épületre. Vidáman énekelnek a diákok az iskola kapujában. Nem csak a vakáció kezdetét ünneplik, hanem azt is, hogy ősszel megújult épületbe térhetnek visszatanulni. Az önkormányzat ugyanis támogatást nyert az épület energetikai korszerűsítésére, melyet saját forrással is kiegészített. Igen, csak megterheli településünk költségvetését, igen, nehéz így a év hátralévő része, meg kell oldanunk, aztán talán az adó bevételek majd érkeznek év végéig, akkor egy kicsit egyenesbe jövünk. De úgy gondolom, ez akkor a lehetőség volt az önkormányzatunk, illetve a német önkormányzat előtt, hogy mert ő a fönntartója az iskolának, így közösen ezt megvalósítottuk, akkor a lehetőség volt, hogy ezt nem szabadott kihagyni. Lehet, hogy évekig, évtizedekig nem lett volna módunk ekkora beruházást itt végrehajtani. Az ünnepségen Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, intenzív fejlődési időszak van a megyében, melyet a Rajkai projekt is tükröz. Soha nem látott mértékű területfejlesztési pénz áll rendelkezésre a megyében, és ezért mindenképpen a kormánynak szeretnék köszönetet mondani. Ahhoz, hogy egy település élhető legyen, ahhoz sok mindenre szükség van. Szükség van arra, hogy legyen jó az önkormányzat, legyen jók a közszolgáltatások, hogy legyenek munkahelyek, hogy legyen jó a közlekedés, hogy legyen jó az egészségügyi ellátás, ha valaki beteg, de ugyanolyan fontos az is, hogy az oktatás is legyen magas színvonalú. Az eseményen Bogdán Boglárka, agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár is részt vett, aki a projekt jelentőségéről beszélt. A Rajkai iskolában a kopott faablakokat műanyagra cserélték, szigetelték az épületet, a régi radiátorok helyett is újakat szereltek fel, és kicserélték a tetőt, amire napelemek is kerültek. Alternatív fűtőberendezése, egy pellettőlezelésű kazán is be lett építve, amibe mi szeretnénk majd a településen keletkezett faaprítékot eltüzelni. Ezen dolgozunk most, hogy a szezonra ebből már megvalósuljon valami, a következő fűtési szezonra. A fejlesztésekre 146 millió forintot nyert az önkormányzat, az összköltség pedig 205 millió forint volt. Az ünnepség zárásaként Békefi Ernő az iskola névadójának tiszteletére egy emléktáblát is felavattak. Hogy iskolánk életben tartja Békefi Ernő emlékét.